ovis farsangok, hungarikum pályázat, vándortábor, előttünk álló talajmunkák. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 19-én 18 óra 5 perckor. A tervezett városi, tagóvodai rendezvényeiket a pandémiás helyzet miatt csak szűk körben tudják megtartani, szülők nélkül. Elkezdődött a farsangi ünnepkör időszaka, erre készülnek az óvodák. Egy hosszabb, kéthetes egybefüggő téli szünet után kezdték az idei évet az óvodákban. Január 4-én majdnem teljes gyermek és teljes dolgozói létszámmal kezdtek. A tervezett városi tagóvodai rendezvényeiket a pandémiás helyzet miatt csak szűk körben tudják megtartani, szülők nélkül. Elkezdődött a farsangi ünnepkör időszaka. Erre készülnek az óvodák, és csoportszinten tartják meg a farsangokat, a szülőket a zárt csoportfelületeken tájékoztatják. Az ősztől iskolába menő gyerekekkel minden óvodában folyamatosan foglalkoznak egyéni fejlesztésekkel. A személyes iskola előkészítőket most nem lehet megtartani, de a szülők kapcsolatban vannak az iskolákkal. December óta már a szülőkkel egyeztettek az óvodapedagógusok a gyerekekről, melyik az a terület, ahol még fejleszteni kell, de van olyan is, akit egy évig szeretnének a szülők még óvodában tartani. Ők beadták a kérelmeket a szakhatósághoz. 220 gyermek tanköteles jelenleg a MIEU-ban. A leendő óvodások beíratása sem biztos, hogy személyesen történhet meg tavasszal, a járványhelyzettől függ majd. Most online módon tudnak a szülőkkel kapcsolatot tartani, de a vezető bízik abban, hogy a tavaszi rendezvényeket már az udvaron velük együtt tarthatják meg. Tájékoztatjuk városunk non-profit gazdasági társaságait, közművelődési intézményeit, civil szervezeteit, közalapítványait, egyházi jogi személyeit, hogy az Agrárminisztérium az idei évben is kiírta Hungarikum pályázatát, 930 millió forint keretösszeggel. Célterületek 1. A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatása. 2. A települési tájegységi értéktárak létrehozásának segítsége. 3. A kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra tovább örökítése. 4. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Pályázhatnak az 1 millió és 4 millió forint közötti összegre. Beküldési határidő. A pályázati felületen 2021. február 2-12 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2021. március 1-8 órától van lehetőség, 2021. március 30-23 óra 59 percig. Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási, véglegesítési határidő lejárta előtt eléri a célterület keretösszegének 150%-át, a támogató 2021. március 1. 9 óra után a pályázatot lezárhatja. A pályázatokat csak a pályázati felületen kell benyújtani, papíralapon, postai úton nem lehet. Bővebb információ a www.pályazat.hungarikum.hu weboldalon található. Ha megtörténik az enyhítés, remélhetőleg benépesülhetnek nyáron a táborok. Már elkezdték szervezni a nyári táborokat. Takácsné Csikós Anikó vándortábort szervez, ehhez elvégzett egy tanfolyamot is. Köszöntöm nézőnket, Takácsné Csikós Anikóval, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk. Bár még kicsit messze van a nyár, de hát a nyári táborokat már most el kell kezdeni szervezni. Ebben a jelen helyzetben hogyan tudják szervezni, és mennyiben lesz idén más a nyári tábor?
Az iskolánkban nagyon sok tábor indul, és többek között ezen a nyáron tervezünk vándortábort is, szeretnénk megszervezni. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a természettel, a sporttal, a mozgással még jobban megismerkednének. Ezeknek a vándortáboroknak ez egyben a célja is, igazi zöld táborok, egyhetes táborok, és különféle útvonalon szerveződnek ezek. Már jelen pillanatban 30 útvonal van, és 4 tábor szerveződik országosan. Van gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok. És mi megcéloztuk a gyalogos vándortábort. Szeretnénk eljutni, és a mátrai útvonalat terveztük meg júliusban, hogyha összejön egy csoport. Jelen pillanatban már ennek a szervezése folyamatban van. Gondolom azért itt a gyerekeket is egy kicsit fel kell készíteni arra a gyaloglásra, tehát egy kis előgyaloglás biztos, hogy kell hozzá. Így van, mi egy csoporttal készülünk. Már az ősz folyamán, amikor még lehetséges volt, terveztünk egyet. Novemberben voltunk egy 17 kilométeres túrán, Bükzsérctől Noszvaig gyalogoltunk, illetve decemberben is volt egy gyalogtúránk, és így készítjük a gyerekeket. De ez így nagyon jó is, hiszen akkor a két évszakban is megnézték, hogy milyenek a hegyek között itt az Alföldi ember számára. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amikor a hegyre fölfele kell menni, hiszen itt nálunk nincsenek hegyek. Igen, így van, és szeretnénk tavasszal is tervezni ilyen túrát, illetve azt megelőzően még most itt februárban. De ennek van elméleti képzése is, azt még itt az iskolában, hiszen meg kell ismerkedniük a turista jelekkel, térképen kell tájékozódni a gyerekeknek, illetve a felszerelés is nagyon fontos, és erre is készülünk, hogy megfelelő bakancs legyen, megfelelő hátizsák. Tehát ennek az előkészülete is most folyamatban van. Azt gondolom, hogy ezeknek a turista jeleknek az ismerete felnőttként is nagyon sokat fog jelenteni a gyerekek számára, és lehet, hogy majd így viszik el esetleg szüleiket is erre az útvonalra. Ebben bizakodunk, de mindezek mellett a gyerekek nagyon sok kulturális és történelmi emlékekkel is megismerkednek, és mint ahogyan már említettem, hogy zöld tábor, igazi zöld tábor, nagyon sok olyan szabállyal is megismerkedhetnek, amit a későbbiekben, felnőtt korukban követni kell a természetjárás, a túrázás kapcsán. Most beszéltünk a vándortáborok előkészítéséről, de említette a bevezetésben, hogy sok-sok tábor szokott lenni minden évben, én ugye hiszem, hogy 7-8 minden évben van. Ezeknek az előkészületeit is elkezdték, és függővé teszik a járványügyi helyzet miatt, vagy éppen amiatt, hogy már előre le kellene foglalni a szálláshelyeket esetleg a vidéki táborokhoz, inkább csak helyben gondolkodnak. Helyben is gondolkodunk, hiszen tanév végén lesznek a magvető táboraink, de próbálunk kívülre is, hiszen az örökségünk táborok is indulnak alsóban is és felsőben is, Bükszékre is tervezzük, lesz a bringa táborunk, tehát sportos tábor is, és abban bízunk, hogy ezt mind meg tudjuk valósítani. Mi pedig akkor majd beszámolunk ezeknek az élményeiről, de azért beszéljünk a képzés fontosságáról, és az iskolában mindig nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy képzéseket is szervezzenek, vagy pedig a pedagógusok vegyenek részt továbbképzéseken. Igen, bennünket is fölkészítettek például a vándortábor vezetői munkára. Már ketten részt vettünk az iskolából. Ennek volt elméleti és gyakorlati része is, és akkor így lettünk gyalogos vándortábor vezetők. Az elméleti képzésen különféle ismereteket, mint ahogyan felsoroltam a gyerekeknél is, hogy térképismeret és turista jelek és erdőpedagógia például, tehát nagyon sokféle új hasznos dolgot kaptunk ezen a képzésen, de gyakorlati része is volt, hiszen a kőzet, az állat, a növény fölismerésétől kezdve bejelölt útvonalat kellett beazonosítanunk, és ez nagyon érdekes és hasznos volt. Az egyik kolléganő például Visegrádon teljesítette ezeket a feladatokat, én például a 3-as határhegyen, és reméljük, hogy ebből nagyon sokat tudunk hasznosítani majd a nyár folyamán. A földeknek tavasszal sok tápanyagra van szüksége, hogy beindulhasson a növények fejlődése, és hogy a növekedési szezon során is legyen miből gazdálkodniuk. A kora tavaszi vetésű növények magjait legkésőbb március végéig, április közepéig a talajba kell juttatni a gazdáknak.
Az alapművelés e növényeknél lehetőleg ősszel történjen meg, a téli fagyok beállta előtt. Sajnos az elmúlt években többször kényszerültek a földhasználók a tavaszi alapművelésre az őszi túlzott csapadék bőség miatt. A mögöttem lévő terület az vetetlen, de megművelt, tehát ugye ki van szántva, itt kukorica volt, ezt sikerült még időben betakarítani, kiszántani, belvízelvezető árkokat is húztunk, tehát igyekszünk fölkészülni minden esetőségre, aztán néha sikerül, néha nem. Azért a tavaszi munkák még váratnak magukra. Klasszikusan ilyenkor a fagyott földön már starter talajelő visszapótlásba dolgoznak a gazdák. Hát most nem lehet, mert nem bír el a föld. Még gyalog se nem hagy a gépeket. Tehát már látszik, hogy csúszni fognak a tavaszi munkák is, ugyanúgy, mint ahogy csúsztak az őszi munkák is, és itt a... Én azt mondom, hogy a vetések a körülményekhez képest jó minőségűek, inkább a terület csökkent le, tehát sok olyan terület maradt vetetlen, amit előkészített ugyan a gazda, de a magas talajnedvesség miatt nem tudta már elvetni, hát majd annak a helyére tavaszi fog kerülni. Ez azt is jelentette sok esetben, hogy a vetésszerkezet részleges átalakítására kényszerültek, az őszi vetésük alászosokat kellett tavaszi vetési növényekkel kiváltani, amennyiben időben sikerült vetésre alkalmas magágyat előkészíteni. Most azért mind a kalászos, mind a kukorica, mind a napra forgó, a repcára nem annyira, de a többi az most nagyon kiugrott. Azok a gazdák, akik meg tudták azt tenni, hogy tárolják és nem azonnal adják el, azok most egy plusz bevételre tudtak szert tenni. Ezzel tudnak egy kicsit javítani a technológiai színvonalukon, de még a párnacihában nem hiszem, hogy ebből lehetett volna dugni, hiszen az előző évek nagyon sokat vittek el. Hát a gazda az ilyenkor újra ráköti a földre, gyakorlatilag egy évig kockáztat, hogy legyen majd bevétele, addig ezt tudni kell finanszírozni. Hát ez ilyen a mezőgazdaság. Változni fog természetesen valamennyire az összetétel, amúgy minden évben változik, hiszen a támogatási rendszer és a józan paraszti és a szakma is azt kívánja, hogy a klasszikus vetésforgót próbáljuk betartani, hiszen nem véletlenül lett ez kitalálva, megalkotva, megfigyelve, hogy melyik növény melyik után a legjobban termeszthető, a legnagyobb hozammal, a legkisebb költségráfordítással. Aki ezt követi, annak a gazdálkodása látványosan lehet más és szebb, mint azé, aki nem ezeket az elveket követi. A tavaszi alapművelés többnyire szántás kényszer, tudatosan tehát ne alkalmazzuk tavaszi vetésű növények alá sem. Az öntözés támogatás az folyamatos, tehát a kormány, azon belül a mezőgazdasági kormányzat zászlajára tűzte az öntözésfejlesztést. Ezt tudni kell, hogy nagyon tőkeigényes folyamatról beszélünk. Itt Karcagon egy pici előnyünk van, hiszen itt az öntözéses termelésnek, az öntözéses kultúrának van hagyománya. Nagyon sok csatornával rendelkezünk, amelyet újjá nem kell építeni, de felújítani. Igen. Különböző szántóföldi öntözéses technológiák vannak a telepített gépektől, a emberi erőt igénylő mozgatható gépeken keresztül, akár egy intenzív levegő gazdálkodásnál az árasztásos, vagy ugye a rizs termesztés, ami talán tudják, a nézők talán kevesen, hogy karcagi határban 15 ezer hektár berendezett rizstelep volt, ebből 10 ezer hektár minden évben be volt vetve, plusz a csatornák vízfelülete, hát abban az időszakban volt asszály, de légköri asszály sosem. Most viszont fordítva tapasztaljuk, hiszen a rizstermesztés nagyon visszaszorult, tehát még úgymond jó években sem ér el a 2000 hektárt. Épp ezért most már inkább a légköri asszályt tapasztaljuk sokszor. Számtalan olyan példa van, hogy a termény lába a vízbe áll, mégis látszik rajta, hogy killódik, mert nem tud annyit elpárologtatni, mint amennyit a napsütés igényelne.
Tehát egyrészt az öntözésbe folyamatosan mennek a fejlesztések, másrészt hát várható, még most pontosan nem jelent meg a keretszámokat, azt már látjuk, hogy országos szinten egy nagyon komoly beruházást, támogatást tervez a kormány. Várható itt a tisztítókapacitások, a tárolókapacitások bővülése, hiszen azért az esetek többségében a betakarításkor mindig alacsonyabb az ár, mint később. Ugyanakkor a tárolásnak van költsége, tehát hogyha az áremelkedés ezt a költséget meghaladóan jelentkezik, akkor ez egy plusz profitot termel, de mindenképpen az előállított áru minőségének megőrzését szolgálja. Visszatömörödésre hajlamos szikeseken előfordulhat, hogy az őszi szántást újra meg kell ismételni, mivel a termőréteg a tél folyamán összeáll. Ártereken, mélyfekvésű területeken a télvégi, koratavaszi belvizek miatt lehet szükséges az alapművelés megismétlése. Ha az őszi vetések a tél folyamán meggyérültek, szintén hasznos lehet az újólagos művelés, a mélyforgatást ekkor lehetőleg kerülni kell. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!